Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ebben a videóban. Ez a Kriptoros csatorna, engem Rózsa Gyulának hívnak, és a mai videóban a tegnap esti Social Swabos évadnyitó, hát Zoom korról, majdnem rendezvényt mondtam, de Zoom hozok nektek fontos információkat. Ez az évadnyitó Zoom call, a 2022-es esztendőre kitűzött célokról szólt. Készültem nektek, jegyzeteltem három oldalt, igazából lefordítom nektek azt, amit Alois Kőle és Dennis Corey, a Social Swap két tulajdonosa osztott meg velünk. Úgyhogy meg is nyitom itt ezt az oldalt, megosztom a képernyőt. Mik a célok? Mik a fő célok? Három fő cél lesz, vagy három fő cél van kitűzve 2022-re. Az egyik a 100 millió dollár, úgy fogom mondani, hogy a minimum 100 millió dolláros lesztékelt összeg a social a pullogban, minimum 100 ezer tag, és a minimum 1 dolláros SST árfolyam. Most nézzük meg, hogy hol tartunk most. Ez az elmúlt időszak, illetve az elmúlt egy évnek, ugye olra van állítva, van állítva, az elmúlt, az elmúlt időszaknak az árfolyam változását mutatja meg. Március 28-án lesz egy éve, hogy ez a projekt elindult. Én részese voltam a pre pre launchnak is, hiszen én hosszú ideje óta ismerem Denis Korreit, és ő általa jutottam ehhez az információhoz is hozzá, és én nagyon korán beszálltam ebbe a projektbe, és láttam bizony ezt a 32 centes árfolyamot is, aminek borzasztóan örültem, és hát azóta, azóta látjuk, hogy szép lejtmenetbe kerültünk, a piac nagyon-nagyon durván ellene is ment ennek a projektnek, de nem fog mindent a piacra. Ez megtörtént, itt tartunk most, per pillanat, 4,6 centen. Volt egy, nagyon, mi volt egy mélypontunk, 3,53 cent volt az alja ennek a történetnek. Na most kérdezhetitek joggal, hogy hogy lesz ebből egy dollár. Ugye az egy dollár az nagyon messze van ide, és az előbbi gondolatom, amit el szerettem volna mondani, hogy igen, itt az elején én beszálltam, és nekem sikerült 5 centen vásárolnom ebből a, a tokenből, az SST tokenből, úgyhogy ha most jöttök, és most szálltatok be, vagy a, a mostanában szálltatok, vagy most akartok beszállni ebbe a projektbe, vagy szeretnétek SST tokeneket gyűjtögetni, sztékelés által, akkor igazából semmiről az égvilágon nem vagytok lemaradva, sőt, a lehető legjobb időbe szálltok be ebbe a projektbe. Tehát, egy dolláros árfolyam, 4,5 centen vagyunk, az egy bő 20 szorozása, hogy elérjük az egy dollárt. De hogyan? Ugye ez itt a kérdés, hogy hogyan, és én nagyon-nagyon izgatott vagyok, mert olyan információ birtokában vagyok, amik, amik biztos vagyok benne, hogy a, a ti nézeteteket is, és a hozzáállásokat is az SST tokenhez abszolút meg, meg fogja változtatni. Egy gondolat, még mielőtt elkezdeném sokan vagyunk ebben a kripto világban, akik keressük azokat a tokeneket, vagy azokat a koinokat, amiből, amiből komoly, komoly emelkedés várható. És tele van a piac pump and dump koinokkal, megveszi az ember olcsón, hirtelen felszalad az ára, és ha mákodban el tudod adni, akkor profittal kiszálltál, ha nem, mert még mondjuk úgy, hogy a kapzsiság elragadott, és az árfolyam visszaesik, akkor pedig benne ülsz a tokenedben, vagy a coinban, és várod, hogy mikor fog emelkedni, ami jó eséllyel emelkedik, de a többségében bizony nem, és hosszú-hosszú időket kell várni rá. Miért van ez? Mert nem tudjuk, hogy egy adott token mögött valójában mi van, hiszen nem ismerjük a fejlesztőket, nem ismerjük a tulajdonosokat, vagy ha ismerjük is, ö, olyan rendszerességgel, hogy a social swap ö, jelentkezik, ö, én, én, én nem tudok másikat, én nem tudok másik projektet. És ö, amilyen adatokat terap elmondtak, azok alapján, hát én majdnem biztosra veszem, hogy ez a minimum egy dolláros árfolyam, ez idén, ö, ez idén meg lehet. És hogy, és, sőt, akár két dollár is, és én nem vagyok pénzügyi tanácsadó, mindenki azt csinál, amit akar. Én biztos, hogy kitartok a Social Swap mellett, hiszen a, nem véletlen vagyok a Social Swap hivatalos magyar Telegram csoportjának a vezetője is, illetve webkonferenciákat is tervezek tartani a jövő héttől, amiket már tartottam az elmúlt időszakban is. Volt egy kis szünet, és ezt jövő, jövő héttől szeretném újból folytatni. Na de vágjunk is bele, hogy mik ezek a célok, és hogy hogyan tudjuk elérni ezeket a célokat. Itt ugye azt, azt említettem, hogy most 4,5 centen vagyunk, egy dollár, a 100 ezer taghoz még kell 90 ezer tag, hiszen körülbelül 10 ezer tagja van a social swapnak, illetve van egy, meg is nézem pontosan, hogy mennyi a total, mennyi, mennyi pénz van most lekötve a social swapban, pontosan, 13-14 millió dollár, tehát ez elég messze van a 100 millióhoz. És mégis azt mondom, hogy a leggyorsabban elérhető cél, ez a 100 millió dollár lesz, és ha 100 millió dollár meg lesz, akkor bőven meg lesz az 1 dollár is. Mire alapozom ezt? Uh, hogy is terveztem? ugye uh, ja igen, így, hogy egy tovább lépkedem, és megmutatom, hogy mire alapozzák ők, hogy az 1 dolláros árfolyam uh, bőven meg lehet. Hogyan? Itt látok egy táblázatot. A támlázat a következőről, következőről szól, mégpedig, ugye most vagyunk 4,6 centen, az 5 centet hogy tudjuk elérni? Úgy, hogy körülbelül 99 ezer, körülbelül 100 ezer USDT-nek kell pluszban befolyni a projektbe, és akkor 5 centen vagyunk. Az 1, 1 per 1-es arányhoz, az USDT trón párhoz viszonyítva, pedig körülbelül 400 ezer dollárnyi összeg kell, hogy befolyjon friss tőke. A 10 centhez 662 800 dollár, és ezek nem kevés pénzek, nem kevés pénzek ahhoz képest, ami ez mondjuk mi egyszerűbb emberek hozzá vagyunk szokva, mégis a kriptovilágban ezek nem egy olyan hatalmas összegek, és a következő szlájdokon majd látni fogjátok, hogy, hogy ezek valójában tényleg apró pénzek. Nézzük meg, hogy megnézom, mit, mit, jegyezt, mit, írtam még ide fel, és jó. Hol van a következő slide? Mert ugye itt a következő slide a 40 centes árfolyam. Ugye a 40 cent az egy mérföldkő lesz, hiszen, ahogy az előbb láttuk, itt a, a plafon az 30, 32 cent, 30, majdnem 32 cent volt, és a 42 cent az bőven a az oltály felett van, tehát a legmorsabb ár felett van, és ehhez mind összesen 2 ,800 ,000 dollárnyi összegnek kell friss tőkének befolynia a social szabhoz. Az 50 centhez 3,5 milliónak, és mennyi kell az egy dollárhoz? Na, tovább lépek, nem akarom elindítani a videót, mert biztos vagyok benne, hogy fel lesznek ezek darabolva, és akkor a darabjai, vagy apránként is le fogom nektek fordítani, hogy miről beszéltek ők szó szerint. Ezzel nem akarom húzni az időt. A lényeg, az egy dolláros árfolyamhoz, ha befolyik friss tőke 5,5 millió dollár, akkor azonnal egy dolláros árfolyam lesz az SST tokennek. És... Hogyan tudunk idáig eljutni? Ugye erről beszéltek, és ezt a szlájdot fogom nektek megmutatni mindjárt. Az 5,5 millió dollár az biztos, hogy nem kevés pénz, de ahhoz képest, amekkor a bevételt terveztek, ahhoz képest az 5,5 millió dollár tényleg szinte semmi. És látni fogjátok, hogy, hogy Alois Kőle, Miért van meggyőződve róla, hiszen egész évben arról beszélt, hogy egy dolláros árfolyam, egy dolláros árfolyam és az egy dolláros árfolyam, és most is ezt mondja, és én is ezt mondom, hogy minimum egy dolláros árfolyam lesz az SST-nél. Miért? Hogy jön ez össze? Hát a legfontosabb az agregátor, ami új termék lesz a SOSZO-nál. Az agregátor az. Erről van egy, van egy videó, erről fogok majd egy vészelése videót e, nektek e, elkészíteni, igazából az aggregátor az arról szól, egy példát e, hat hozzak erre, e, szeretné egy, fluk, e, egy e, majdnem névető mondtam, egy repülőjegyet vásárolni valahol, beütöd a keresőből, hogy repülőjegyet akarsz venni, és ki fogja neked dobni a te saját beállításaidnak megfelelően, hogy hol a legolcsóbb, hogy hol tudsz egy átszállással, több átszállással, legrövidebb idő alatt, tehát mindent egy ilyen, hogy ilyen összehasonlító portálként kidobja az összes találatod neked. Az agregátor az pedig arra lesz jó, hogy a trón hálózatán lévő összes kriptovalutát tudja kezelni. Mégpedig úgy, hogyha tegyük fel, te szeretnél trónt váltani bitcoinra, akkor az, és az agregátoron keresztül teszed ezt meg, akkor az agregátor megvizsgálja a trónhálózatát, az összes váltót, és minden lehetséges dapot vagy alkalmazást helyet, ahol a trónt és az ethereum vagy a Bitcoint, nem is tudom, melyiket említett az előbb, le tudod váltani, és a lehető legolcsóbban meg fogja mutatni, hogy hol a legolcsóbb, és hol fogsz te a legjobban járni. És ezt a, az agregátoron keresztül fogod megtenni, akkor akkor ugye olcsóbb tudod leváltani, illetve ha SST tokent vásárolsz, és az SST tokened mennyiségétől függen, hogy mennyit vásárolsz, akár ez a tranzakció teljesen ingyenes is lehet a számodra. Ugye tudjuk, hogy a Tron hálózaton a díjak összehasonlítva az Ethereum hálózattal, ugye a Tron hálózat az, az rendkívül olcsó. De az agregátor használva, nagyon, sok, nagyon sok kereskedő használja az agregátort, ebben biztos vagyok, hogy nagyon sokan fogják ezt használni, hiszen arra is jó lesz majd, hogy tegyük fel, mondjuk beszakadt a, a, az SST, mondjuk van egy 10 centes árfolyam, és te szeretnél 8 centen vásárolni, akkor beadod az agregátorba, hogy te egy 8 centen X összegér automatikusan vásárolja meg az SST tokent, Tehát előre be fogod tudni ezt állítani. És ezt kereskedők előszeretettel használják a központi tőzsdéken is ezeket a beállításokat, ugye ezeket ilyen limit ordereknek nevezik. És ez az agregátor, egy ilyen agregátor a trón hálózatán még nincs. Tehát a social swap lesz az legelső olyan uh, uh, decentralizált váltó, vagy egyáltalán alkalmazás, vagy protokoll, aki bevezeti a trón blokklánc hálózatán az agregátort. Ez egy óriási fegyvertény lesz, és ezzel igazából több mint 60 millió felhasználónak adunk egy, adunk egy, egy lehetőséget, hogy olcsóbban kereskedjenek. És ez a 60 millió felhasználó közül, ha egy része átjön hozzánk, akkor, illetve a social, használja az agregátort, akkor egyszerűen a social swap-on keresztül kell, hogy ezt használja, és egyszerűen nem fogja tudni megkerülni a social szapot. Tehát valami brutális ismertséget okozhat, csak ez az egyetlen egy termék, ami, ami az indulása most már tényleg csak időkérdése, tehát nem, itt nem arról van szó, hogy ezt majd valamikor lefejlesztik, nem, ez már igazából kész van, a tesztek folynak, eddig minden tökéletesen uh, működik rajta, de még a launch, tehát még nem indították el. Tehát csupán csak ebből az egy termékből 9,5 millió dollárnyi összeget várnak, hogy friss tőke befolyik a social -hoz. Én személy szerint azt gondolom, hogy ennek a sokszorosa fog bejönni, hiszen hát vegyük ezt a 60 millió felhasználót, ennek, ennek csak ha az 1%-a átjön hozzánk, és tehát egyszerűen számoljatok, tehát ennek bőven a többszöröse befolyott hozzánk, de legyünk konzervatívak, és számoljunk 9,5 millió dollárral. A belső kör, az inner circle, ez azt jelenti, hogy van egy ilyen belső kör, akik igazából a magja a Social Swap marketing csapatának, ők felvállalták, hogy hoznak 7 millió dollárnyi fristőkét a rendszerbe. Nem olyan sok, egy srác van köztük, képzeljetek el, akinek decemberre volt a legrosszabb hónapja, ő 300 ezer dollárnyi fristőkét tudott bevonzani, de az ő affiliate, ez ő partner linkjén keresztül több mint egy millió dollárnyi összegfogyba a Social swap -hoz. Ezen kívül a giga influencerektől is 7 millió dollárt várnak. A giga influencer az annyit takar, hogy olyan influencerekkel veszik fel a kapcsolatot, akiknek minimum 500 000 követője van. És ugye uh, ezek nemzetközi influencerek, a minap készítettek egy lengyel influenzere is uh, egy uh, interjút, illetve igen, tehát minimum 500 ezer követővel rendelkező youtuberek, Instagram fióka rendelkező influenzereket keresnek meg, nem kell, hogy kriptósok legyenek, pont ez a lényeg benne, és tehát ebből 7 millió dollárt várnak, hogy ez befolyik. Én úgy gondolom, hogy ennek is a többszöröse be fog jönni ide. Azon kívül itt vannak már 3 millió dollár értékben, külön még nagyobb infolenzerekről van szó. Az egyik már alá is írt egy szerződést. Itt, itt olyan emberekről van szó, akiknek van egy brutális nagy hálózatuk van. Tehát, 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 tényleg nagyon nagy. Van egy Dubájban is, a srácok most az elmúlt öt napban ezen dolgoztak, és van Dubájban is egy, nem mondták meg a nevét, van Dubájban is egy nagyon komoly srác, azon, hölgy, nem tudom, mert tényleg nem tudom ki az, és szinte már borítékolható, hogy ő is aláír egyfajta szerződést, hogy a szerződés arról szól, hogy egy bizonyos mennyiségű embert, ha behoznak, akkor a social swap ezt valamilyen szinten jutalmazza majd nekik. A lényeg az, hogy a social swap mindenféleképpen jobban fog ezzel a történettel járni, hiszen egy rengeteg ember fog befolyni, vagy bejönni, illetve csatlakozni a social Tehát innen is 3 millió dollárnyi összeget várnak, Egyet, ahogy említettem, egy szerződés ma alá is van írva, és ott is nagyon, tehát azt hiszem millió, millió dolláros történetről van szó. A social media kampányok által is egy millió dollárt várnak. Ugye Ezekben az influencerekbe és social media kampányokban, ezekben, beletartozunk mi is, hiszen ez egy közösségi projekt, és ha mondjuk te ezt tovább mondod az egyik egy ügyfelednek, vagy egy ismerősödnek, akkor ehhez az 1 millió dollárhoz, vagy ez az összes, az, hogy elérik az egy dolláros árfolyamot, ezt te is hozzájárulsz, akármennyi pénzt is hozol be a social swaphoz. Ezzel mindenki jól jár. AK, ugye Alois, ő itt van a képen, és Denis is felvállaltak másfél millió dollárt, illetve lesz egy airdrop stratégiájuk, ami ugyancsak másfél millió dollárt fog tudni hozni a SocialSwap-hoz. És itt van a Lucky Hash, ez ilyen sincs még a Tron hálózatán. A Pancake swap van egy Lucky Hash nevezetű applikáció, egy DAP. Ez a Lucky Hash, ez egy úgynevezett lottó, arról szól, hogy emberek megveszik egy lottó szelvényt, aztán a Penkik szapon ez ilyen 5 dollár környékén van, és akkor neked van egy lottószelvényed, a lottó van 6 darab szám, ha mind a 6 szám stimmel, akkor te elvitted a jackpotot, ami akkor azon az adott héten, vagy a, abban a húzásban összegyűlt pénz. És a trónhálózatán sincs ilyen, tehát, és csak ebből, csak ebből két és millió dollárnyi friss tőkét, uh, friss tőkére számítanak. Ami nem utolsó sorban azt jelenti, tehát hogy ezt, ezt nem fogják ők elkölteni, hanem ezt arra fogják használni, hogy 15 millió darab SST tokent elégetnek a rendszerben. Ugye ez is árfelhajtó hatással van hosszú távon, illetve stabilizálja az SST árfolyamát. Vannak befektető csoportok, akik uh, kell uh, folyamatban van ugyancsak a tárgyalás, és ott is 8, onnan is 8 millió dollárnyi összege számítanak, illetve említettem már a Social magyar csoportban a sportfogadásos közösséget, ahonnan ugyancsak 2,5 millió dollárnyi összeget várnak. A sportfogadásos közösség az, az arról szól, hogy van AK-nak egy ismerőse, vagy most már egy üzlettársa, aki egy sportfogadásos közösséget vezet, ahol a havi tagsági díj 150 dollárról kerül. 5000 tagja van ennek a csoportnak, és ők sportfogadásra foglalkoznak, és mindegyiknek van trón, trón tárcája, hiszen kriptovalutákkal megy a sportfogadás. És Zákának jött az ötlete, hogy mi lenne, ha ennek a közösségnek egy, egy, egy részét áthoznánk a social swap és most ugye ezen megy a, ezen megy a, 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 tárgyalás, hogy ezt hogyan, fog, hogyan tudják megoldani, hogy ennek a bődületes pénznek, ami, 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 ami a közösségben benne van, egy része hogy tudna átkerülni a social szabhoz, illetve ha csak a nyereségük egy részét átforgatnák a social ott nál itt besztékelnék, abból is plusz jövedelmük van. Tehát innen is 2,5 millió dollárt várnak. Ha most ezt így összeadjuk, akkor 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 hová is írtam le, ez, illetve, illetve, AK, igen, mondta, ez összesen 43,5 millió dollár. Tehát 43,5 millió dollár friss tőkére számítanak, minimum friss tőkére számítanak 2022-be. És ha ezt szemmállítjuk azzal az 5,5 millió dollárral, ami szükséges ahhoz, hogy egy dolláros árfolyamon legyen az SST, akkor most nagyon szívesen megkérdeznélek benneteket, de tudjátok mit? Írjátok meg majd kommentbe a videó alatt, hogy ezek alapján, az adatok alapján, amiket itt most elmondtam, amit láttok itt a, a, a képernyőn, lehetségesnek tartjátok-e, vagy tényleg egy, egy annyira elrugaszkodott gondolat lehet-e, hogy az SST token idén átüti az egy dolláros árfolyamot? Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ti mit szóltok ehhez. És Ezeknek a számoknak a függvényében én úgy gondolom, hogy a 2-2,5 dolláros, dolláros árfolyam sem egy ördögtől való gondolat lehet. De ez nem egy pénzügyi tanácsadás, ezt kihangsúlyozom még egyszer. A számok ezt mutatják, hiszen ennek az összegnek körülbelül az egy tizede elég ahhoz, hogy itt egy dolláros árfolyam legyen az SST-nél. Ami nagyon fontos itt kihangsúlyozni, hogy ez mind ezek mind olyan pénzek, amik, amik a közösségen múlnak. De mi van akkor, ha a piac is egy kicsit, kicsit, mellettünk áll, és nem szembeszélbe kell mennünk, mint igazából szinte 2021-ben szinte végig. Mi van akkor, ha a piac egy kicsit adja nekünk a hátszelet, és mondjuk a trón is magára talál, és nem 7 centen lesz a trón, hanem felmegy a duplájára 14 centre. Ugye azt mondanom se kell, hogy akkor az SST-nek az árfolyama is azonnal meg fog ugrani, és mindjárt nem kell majd 76 millió trón, ugye, a mostani árfolyamon, hanem elég lesz ehhez a kevesebb is, mondjuk ha duplájára felemegy, akkor csak 36 millió trón kell. Viszont volt itt még egy slide, ha visszamegyek, hogy az 1 per 1-es arányhoz, ugye, amit beszéltem, amit nektek mutattam, most vissza meg megkeresem, itt lesz valahol, így van. Tehát az 1 per 1-es arányhoz, azt mondja, hogy tehát ahhoz, hogy az SST és a az SST és a trón egy per egy arányban álljon, mert ha most le akarjuk szvapolni, akkor egy egész, tehát egy trónért másfél SST-t kapunk, de hogy egy trónért egy SST legyen, ugye az SST brutálisan erősödik, ehhez összesen 400 ezer dollárra van szükség. És amint megvan az egy per egyes arány, és a trón is a trón is magára talál, magára talál, és a piac is egy kicsit a, a, a adja nekünk, így segít nekünk. Ezek a pénzek bejönnek, én azt hiszem, hogy az egy dollár az abszolút, abszolút elérhető. Igen, itt profit szerzés, így van, erről is beszéltek még azt azért vegyük számításba, most gondoljatok bele, ha itt hirtelen 10 cent, 20 cent, 30, 40, 50 centes árfolyamok lesznek. Az biztos, hogy lesznek olyan emberek, akik olyan tagok, akik profitot fognak realizálni. Biztos vagyok benne, hogyha te most, aki nézel ezt a videót, és úgy döntesz, hogy bizalmat szavazol az SST tokennek, és bevásárolsz, bevásárolsz 5-6-7 centen, és egyszer csak 40-50 centen van az árfolyam, profitot fogsz realizálni, amivel abszolút semmi gond nincs, hiszen ha valaki profitot realizál, azzal biztos, hogy saját magának nem ártott, hiszen legalább azt a pénzt, vagy egy picivel többet is kiveszed a projektből, mint amit betettél, és onnantól fogva játék az egész történet. Az is biztos, hogyha elérik az 1 dolláros árfolyamot, akkor és erre számítanak ők is. Ők azt mondták, hogy akkor lesz egy, egy payday, egy fizetésnap, amikor ők arra számítanak, hogy minimum 10 millió dollárnyi tőkét ki fognak venni a tagok. És azt mondták, hogy joggal, joggal teszik, hiszen ez a projekt arra lett kitalálva, hogy az emberek passzív jövedelmet generálnak saját maguknak, és hogy megváltoztassák, meg tud, megváltoztathassák az életüket. Úgyhogy számítanak erre, és mind ezek függvényében is áll az a történet, hogy az egy dollár az stabilan meg tud lenni. Jó, ezt félre is rakom. A giga influencerek, igen, erről beszéltem. Igen, a dubái influencerről is beszéltem. hát igen, a dubái influencerről még annyit, hogy Ugye itt egy 7 dollárról, 7 millió dollárról beszéltünk, és ez az influencer, ez egy akkora kapcsolatrendszerrel rendelkezik, ugye ennek nevét nem mondták még el, de azt ígérték, hogy a jövő héten, jövő héten elkezdik folyamatosan, apránként kiadni az információkat, ez egy akkora, akkora szám lesz, hogy ez az egy influencer akár be tudja hozni az összes 7 millió dollárt, de azt mondják, hogy lehet, hogy 3-4 influencer fogja behozni, tehát tényleg nagy influencerekkel állnak a kapcsolatba, illetve vannak, van egy áll, kapcsolatban. kapcsolatba. Jó, ezt elmondtam. És akkor ezt lépjünk tovább. Oké. Okay. Erről beszéltem. Mi a következő slide? Így van. Erről is beszéltem, és jó. A, az egy dollárhoz a külső ö, bevétel források 2022-be. Ugye ez, ez ez honnan fog összejönni? Ugye itt beszéltek a, az agregátorról, ugye ami az egyik legkomolyabb, uh, fú, minek is nevezték, ideleért talán pedig nektek, katalizátor. Tehát a fő katalizátor az agregátor lesz. Ugye az agregátort, ha valaki használni fogja, és szeretne a diakon spórolni, akkor sst kell, hogy vegyem. És az esetét be hogy be kell, hogy stékelje. És itt kell egy külön, egy különben ezt a dolgot, nem azért fogja venni az SST-t, hogy a 100%-os hozamot vagy nyerességet érjen el vele egy év alatt, ugye te nem azokba a púrokba fog bekerülni ez az SST, amiket most itt ismerünk, ezekbe a likviditási púrokba, hanem egy külön púlba, aminek nagyon minimális lesz a, a, az API-ja, a, a, a nyereség, és mert hogy ők csak azért veszik ezt meg, ezt az SST tokent, hogy a díjaikon spóroljanak, és ez egy teljesen különálló sztékeléses protokollba fog befolyni. Így van. Amit nagyon fontos még, ugye, és hogy ugye az a díjakról ugye egy pont erről van szó, hogy a díjakról fog, ugye a díjak, tehát a rengeteg ember, illetve rengeteg pénz befolyik, ugye ez megemeli a díjakat is, és ugye a díjakból, ugye sok ember fogja használni a, a Social váltót, ugye minden váltásnak van díja, ez is plusz pénzeket tud generálni. Cashback, Geburen, ugye ez megint az agregátorról szól, ugye amit az előbb elmondtam, hogy visszakapják a díjaikat. És itt van ez a gebühren und beteiligung für listung auf aggregator und dex. Jó, tehát ahhoz, hogy az agregátort igazán jól tudják majd használni a trón hálózaton a felhasználók, ehhez nem csak az, tehát az, hogy a social sap elérhető a, a, trón, az, USDT, a Bitcoin, az Ethereum, ez nem lesz elég, hanem az agregátor kezelni fogja a trón hálózatán lévő összes kriptovalutát. És ezek a kriptovaluták ezeket a kriptovalutákat is listázni kell majd a social Már most, még az előtt, tehát annak ellenére, hogy az agregátor még nem indult el, már most vannak, akik azt szeretnék, hogy a SocialSAP listázza a saját tokenjeiket. Természetesen ennek a listázásnak lesz egy ára, ami 50 ezer dollár, de inkább 100 ezer dollár köré fog menni, tehát, ha valaki azt szeretné, hogy a saját tokenje, social token, SocialSzab decentralizált tőzsdén is megjelenjen, annak bizony 50-100 dollárig le kell tenni a pénzt. Tehát ebből is számítanak minimum 500 dollárra. És ez az agregátor igazából egy ilyen összehasonlító portál, egy ilyen TRX token összehasonlító portálként fog működni, mint ahogy a. a, a Például is a vásárlásnál például hoztam. Nézzük a következő szlájdot, amiről itt igazából még szó volt. Így van. Igen, hogy igazából mire is kell figyelni. Amit itt elmondanak, hogy ez igazából célok, és... Ez nem garancia semmire, tehát AK azt mondta, hogy ne feszítsék, őt keresztre, el, ezek a célok nem fognak teljesülni. Ezek a tervek, ezek nagyon-nagyon jól átgondolt tervek, és abszolút valós alapja van ennek az egésznek. De mivel nem garantia, nem garancia, ezért miért ne lehetne, hogy ezeket a terveket túl túllövik, és ugye erre mondtam én, hogy akár két-két és fél dollár is bőven, bőven elérhető lesz. A számok, amik itt szerepeltek a zárfolyamoknál, ugye ezek nettó számok, tehát nettó ennyi pénz kell, hogy befolyjon, tehát friss, friss, tőkéről van szó, itt a nettó azt akarja, friss tőkéről van szó. A következő szlájdnál, igen, ez, ez volt. Jó, azt hiszem az egy dollárról, az egy dollárt kiveséztem nagyjából, és jól látható, hogy itt, itt bő 40 millió, 40, 45 millió dollár áll az 5,5 millió dollárra szemben. Úgyhogy ez abszolút lehetséges, az egy dollár. De hogyan lesz meg a 100 ezer tag? Az Inner Circle, ugye a belső kör, ez a belső marketing csapat, 15 ezer főre számítanak tőlük, a giga influencerektől 30 ezer főre, Egyéb influenzerektől, mint amilyen mondjuk én vagyok, vagy éppen a Csabi Móro Csabi, aki már készített, a profit faktoros Móro Csabi, aki készített Alois Kőlével és Denis Koreyjal egy interjút, amit meg tudtok nézni a profit faktor csatornáján. Mindenféleképpen ajánlom, hogy nézzétek meg, hiszen nagyon komoly információkat, illetve az információkon túl megismerhetitek Alóiszt és Denis-t, És láthatjátok, hogy ők milyen emberek milyen a jövőképük, és hogy teljes tényleg szívvel lélek, mint a saját gyermekük lenne, hiszen az is a social swap, és hogy mindent megtesznek azért, hogy ezt sikerre vigyék. A Lucky Hashből számítanak tízezer emberre, az Aggregátornál tízezer emberre, tízezer új tagra. Hát most ezzel nagyon alá lőttek. Tehát a Lucky is, és az Aggregátorral is. Én azt mondom, nagyon-nagyon alá lőttek. Alois is azt mondja, hiszen a trón hálózatán több mint 60 millió felhasználó van. Hát most a 60 millióból, ha, 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 ha 0,1 a jön át, vagy használja az agregátort, vagy a lucky Hast, az is 60 ezer ember. Tehát ez a tény, 10 ezer ember, ez a 10 ezer új tag, ez tényleg, tényleg, nagyon minimális. AK és Deniz a saját hálózatokat kihasználva, kapcsolatrendszereiket kihasználva, és 5000 embert hoznának be az airdrop stratégiával, ugye amikor ingyen akarnak SSZ-tokeneket osztogatni, azzal is 5000 főre, a sport sportfoglásos közösségből is 5000 főre számítanak, és aktuálisan most 10.000 fő van, tehát ahhoz, hogy meglegyen a 100.000 fő, ez, ehhez átlagban 250 új tagra van szükség naponta ebben az évben, ami abszolút nem elérhetetlen, hiszen a tavalyi november-decemberi két hónapban is kb. 50 új tag csatlakozott a Social Swaphoz, köszönhetően az új marketing stratégiának, ami marketing stratégiát tovább fejlesztik és tovább finomítják, hiszen két két-három marketing zseni, akik csak ezzel foglalkoznak, van a social Swap-nál. És nagyon jól csinálják a dolgaikat. Amit elmondtak még, hogy lesz egy Discord csatorna, amit fog meg fognak nyitni, ahol, ahol minden információt központilag meg lehet majd találni. És uh, ugye itt most folyik az információ a Youtube-on, folyik a Twitterem, folyik az Instagramon, a TikTokon, és uh, nekünk tagoknak, akik uh, ugye aktívan promotálják a social support, tehát az a Telegramon is, uh, tehát igazából nem tudjuk egymást erősíteni, mert uh, ha mondjuk én posztolok egyet a Twitteren, mondjuk az Instagramon, de valakinek mondjuk éppen nincs Twitter fiókja, csak éppen Instája van, vagy, éppen nincs TikTokja, tehát abszolút nem koncentrálódik az erő. A létrehoznak egy Discord csatornát majd, ahol az összes ilyen lehetséges posztot mind mindenki berakhatja, és ott központilag lehet majd látni, hogy hol folyik a marketing aktivitás. Tehát úgy képzeljétek, hogy a Discord lesz mondjuk a fő, fő, fő folyam, és ezek az apró csatornák, ezek, ezek folynak bele ebbe a, a fő csatornába, és ott minden elérhető lesz. Minden elérhető lesz, beleértve a giga influencereknek a kommunikációja is. Tehát így kéz a kézben fog tudni haladni a közösség egy irányba, és ez egy újabb erőssége lesz a, a social swapnak, illetve arra számítanak ezzel ami szerintem így is fog történni, hogy az ismertsége a social hogy egyik pillanatra a másikra úgy le fog robbanni. Én nagyon remélem, hogy ez minél meg is fog következni. Hiszen ne feledjük el, hogy a social swap pont fordítva indult el, mint ahogy egyéb más kriptovalutás projektek elindulnak a világban, mondjuk elindul valami a Kínába vagy Amerikába, az angol nyelvterületen, és onnan jön be Európába. Hát itt most pont fordítva van, mert hogy itt ez egy német nyelvterületről indul ki, a világhoz képest egy nagyon-nagyon pici közösség, kriptoközösség, és innen kell, hogy terjeszkedjünk kifelé. És lehet, hogy hosszabb ideig tart, viszont annál stabilabb lesz, és ez a céljuk is a fejlesztőknek, illetve a tulajdonosoknak. Itt aztán nagyon másról már nem is beszéltek. Én úgy gondolom, hogy elmondtam nektek mindent és van nálam 500 darab SST token, amit apránként kifogok sorsolni, mint egy airdrop, ezt alois kaptam, mint ahogy a Profit Faktoros Csabinál is volt már egy ilyen airdrop, hogy pontosan milyen, milyen módon fogom ezt kisorsolni, ez, ezt még átgondolom, hiszen a csatornámon elég kicsi a látogatottság, és nem sokan vannak feliratkozva. Úgyhogy, ha eddig nem tetted meg, akkor mindenféleképpen nyomj egy lájkot, oszd meg ezt a videót ismerőseiddel, iratkozz fel, és szólj hozzá a videóhoz, hogy minél többen láthassák ezt a, ezt a videót, és hogy értesülj arról, hogy mikor fogom elindítani pontosan a webináriumokat, mert van egy olyan ötletem, hogy akár a webináriumokon keresztül, vagy azzal kapcsolatban fogom az SST tokeneket kisorsolni. Vagy csak az új tagoknak, vagy a régieknek, vagy közösen, ezt még nem tudom. Ez a stratégia következő lépése lesz, amit beszélek majd egy a német nyelvű kollégával, aki a német nyelvű prezentációkat tartja, hogy ezt ők pontosan hogy tervezték és hogy csinálják. Nagyon-nagyon hatékonyak, úgyhogy valami hasonlóra számíthatok itt a magyar nyelvű közösségben is. Ennyit szerettem volna nektek elmondani. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Mindenféleképpen írjátok meg, hogy ti hogy látjátok a SoccerSab jövőjét. És én nagyon szeretném, ha ha lennénk, lennénk páran, akik mondjuk ki tudnak utazni, mondjuk Dubájba, vagy Majorkára, hiszen lesznek itt különböző, hol is van, meetups, nem a meetups lesz, hanem hanem itt a Mark Incentives így van. Itt lesz egy Dubái út 2022-ben, lesz egy Electric Love Festival 2022-ben Majorka, és lesz az MMA Fight 2022-ben. Ez egy boxgála, én nem vagyok annyira a boxban otthon, de a box, ennek a boxgálának a fő szponzora az a Social Swap. És a Dubái út az november végén lesz, illetve november elején, november 2-3, valahogy így, ez a környékén. A, amire meg is lehet venni menni jegyeket. Én örülnék, ha lennénk egy pár, akik ki tudnak oda utazni, illetve ha magyar is el tudnak egy párra menni. De ha ez nem is történik meg, annak örülnék a legjobban, és nekem ez a személyes fő célom, hogy egy komoly közösséget felépíteni a Magyarországon, akik a SoSwapszabot Social Social hirdetik, és a, a Social Swap segítségével a, egy. Hát azt nem mondom, hogy biztos, mert ebben a mai világban igazából semmi nem biztos, de relatíve uh, stabil bevételt tudnak maguknak felépíteni. Hiszen uh, azt tudni kell, hogyha minden marad így, ahogy most van, akkor innentől fogva három és fél évig uh, a stékelés tud működni, és azután sincs vége a hiszen Dennis, egy, uh, egy zseni és rengeteg ötlete van arra, hogy hogyan lehet a social szabot még tovább fejleszteni, és rengeteg ötlete van arra, hogy, hogy, merre felé tudjon a social szab elindulni, és így jutott eszembe még egy nagyon fontos információ, mégpedig az, hogy ebben az évben nagyon komolyan elgondolkodnak azon, hogy a legújabb trendet, és itt most nem az NFT-re gondolok, a legújabb trend, ami amúgy igazából meg fogja változtatni a blokklánc világát, ezek a multi cross Tehát ezek a multi, multi cross annyit takar, hogy, hogy átjárást biztosíthat egyik blokkláncról a másikra. Tehát nem kell egy központi tőzsdére kiküldeni a pénzt, és ott átváltani, majd átmenni egy másik blokklánc hálózatra, hanem, hanem direkt, a direkt átjárás a blokkláncok között. És Denis szerint ez a jövője a blokklánc hálózatnak, és ez egy teljesen más szintre, más nívóra emeli majd ezt a ezt a világot, és nagyon komolyan elgondolkodnak azon, hogy a social swapot akár más blokkláncokon is elérhetővé tegyék. Hogy ez hasznos lesz a social swapnak, vagy sem, ez, ezt megmondja majd a, jövő, de mindenféleképpen ezen el akarnak gondolkodni, főleg, ha ne Isten mondjuk beköszöntene a medvepiac. Amit én még nem hiszek, én úgy gondolom, hogy hogy van még előttünk egy jó nagy emelkedés, mielőtt a medvepiac beköszöntene, ha egyáltalán, ha egyáltalán be fog valójában köszönteni, hiszen a ciklus megváltozott, és nem az történt, aminek történnie kellett volna decemberben. Január egyenlően úgy néz ki, mint ami, ahogy kinéz, január sose volt egy jó hónap, de elképzelhető, hogy ahogy a háttérinformációkat halljátok, ahogy integrálódik be a kriptovilág, ahogy, ahogy egyre nő az elfogadottsága a kriptovalutáknak, elképzelhetőnek tartom, hogy egy folyamatos, folyamatos emelkedés elé nézünk, és olyan, olyan medvepiac, mint amilyen volt eddig, két-három évig, hogy ment minden lefelé, olyan már nem hiszem, hogy lesz. Ez az én személyes véleményem, remélem igazom lesz. Minden esetre a multi cross chain megoldás, hogy a social a máshol is listázva legyen, akár a Binance tőzsdén, vagy akár mondjuk a Solánán, vagy a kárdánon sorolhatnám a többit, vagy még olyanon, ami még, még nincs is kint, vagy még csak most fog elindulni, ki tudja, minden esetre ezt is számba veszik. Ez nem azt jelenti, hogy a trónhálózatát nem szeretik, hiszen nem véletlen választották a trónhálózatát. Nagyon szeretik, és itt teljesen jó helyen van az este. Én ennyit szerettem volna nektek elmondani. Nem is tudom, hogy milyen hosszúra nyúlt ez a videó, meg is nézem, 42 perc, úgyhogy épp ideje is lesz, lefejeznem. Szóval iratkozzatok fel, és mondjátok el a véleményeteket, hogy reálisnak tartjátok-e, hogy az SST minimum egy dollár lesz. És ha a, ezeknek az információknak a függvényében elhiszitek-e, hogy ez lehetséges, és ha oda mentek az ismerőseitekhez, ennek, ennek a, videónak amúgy ez is volt a célja, amit itt lefordítottam, és a, a, terapi, a nyitó mm, mondjuk konferenciának, vagy információ átadásnak is ez volt az egyik célja, hogyha oda mentek egy ismerősötökhöz, akkor bátran tudjátok mondani nektek, hogy van valami a kezetekbe, ami, ami valós emelkedést tud produkálni. Tehát 5 centről egy dollár, az 20, az 20 szorozás. Oké? Okay? 20 szorozás. És ha megnézik, hogy oké, okay, oké, okay, ezt sokan elmondták, de hogy ez hogyan és hogy miért, na akkor erről ezzel a videóval tudtok majd válaszolni. Úgyhogy ezzel le is zárom ezt a videót. Mindenkinek nagyon szép estét kívánok, jó farmolást, és a videó alatt megtaláljátok majd a hivatalos magyar telegram csoportnak az elérhetőségét, illetve megtaláljátok videó alatt a fontosabb linkeket hogy hogy tudtok csatlakozni a socialsapphoz, a videó alatt lesz a partner linkem is, ha azon keresztül csatlakoztok, azt megköszönöm, ezzel támogatjátok a, a csatornát, támogattok engem, és ez igazából mindenkinek jó. Úgyhogy el is köszönöm tőletek, sziasztok, minden jót nektek! És ki is kapcsolom.